Hogyan kell a brokkolit úgy megfőzni, hogy a legértékesebb hatóanyaga a szulforafán ne vesszen el? A szulforafán egy nagyon erős hatóanyag rák ellen, és általában amikor valaki daganattal megkeres, hogy mit javaslok, azon túl, hogy a megfelelő gyógygombákat javaslom, mindig mondom azt, hogy az étkezésre oda kell figyelni, és lehetőleg nullára kellene redukálni a cukorbevitelt, hiszen a rákos sejtek cukrot égetnek el, és hogyha nem kapnak cukrot, akkor egész egyszerűen éhen halnak. Ezen kívül, ha már zöldségekről van szó, ugye a zöldségfogyasztásról, akkor az egyik nagyon értékes zöldség a brokkoli, és amiatt, hogy van benne ez a szulforafán nevű vegyület, egy kémvegyület, amelyik nagyon jó a rákos daganatok elpusztítására. Viszont ez így ebben a növényben most nincs benne, hanem az előanyaga van benne, amit úgy hívnak, hogy glükorafanin. Alig lehet kimondani. És ez a glükorafanin akkor keletkezik, hogyha földarabolod a növényt, és egy fél órára úgy hagyod, mert a sebeknél keletkezik az a kémiai reakció az enzimek segítségével, ami ebből a glükorafaninból szulforafánt állít elő. És amikor ez megvolt, hogy egy fél óráig hagytad így pihenni, akkor már nyugodtan megfőzheted, vagy megpárolhatod, vagy csinálsz belőle brokkoli krémleves, a szulforafán már benne lesz. És ezeket olyasmi méretű rózsákra szoktam szedni, én meg fogom párolni, ami úgy jó, egy olyan jó kis falat. Így, és akkor ezzel tulajdonképp más feladat nincs, hanem hagyni kell így egy jó fél órát, és utána meg lehet párolni. Azt nem tudom, tudtad-e, hogy ez, hogyha megpucolod, ennek pont olyan íze van, mint a káposztatorzsának. Nem tudom, hogy ettél-e annak idején káposztatorzsát, az én anyai nagymamám, Jászberény város szerte híres volt a savanyú káposztájáról, úgyhogy én gyerekkoromban nagyon sok káposztatorzsát ettem, és ezt is meg fogom enni nyersen. Például ez így már jó is. Igazából ezt is akkor csináljuk jól, hogyha egy fél órát ezt is állni hagyjuk, hogy a szulforafán kialakuljon.